Az idei időjárási mutatók bővelkednek a szélsőségekben. Az eddigi mérések, megfigyelések eredményeiről, a nagy meleg és a szárazság hatásairól dr. Zsembeli Józsefet, a kutatóintézet munkatársát kérdeztük. Eddig azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé szélsőséges időjárásunk volt ebben az évben. Ez elkezdődött már, visszatérjek egy kicsit, visszanézek a közelmúltba is, már a téli hónapokkal is. Ugyanis, hogyha az elmúlt 50 éves átlag értékekhez hasonlítjuk a hőmérséklet értékeket, akkor a januárunk, februárunk jóval alacsonyabb értékeket mutatott, mint az 50 éves átlag. Márciustól kezdődően pedig, hogyha havi átlag hőmérsékleteket veszük, akkor mint egy 2 fokkal melegebb időjárás mutat az idei év. Meg kell jegyeznem, hogy havi 2 fok emelkedés vagy különbség pluszban, ez elég sokat jelent. Szeszélyes mostanában az időjárásunk, hogyha a klasszikus hónapoknak az időjárását nézzük, akkor ugye május általában egy száraz, meleg szokott lenni, a június egy viharosabb, maximális csapadékot hozó hónap szokott lenni. Hát az idén a május volt inkább ilyen viharos és záporokkal teli. Melegebb egyébként, mint az átlagos, ugyanúgy, mint a március és az április. Június és júliusban is magasabb hőmérsékleteket mértünk, mint a szokásos. Hőségnapok voltak, valóban most júliusra jellemzően 38 fok feletti hőmérsékleteket is mértünk, hőmérsékleti maximumokat. Az elmúlt 5 évben nem fordult elő ilyen, tehát 2007-ben volt utoljára olyan hőségnapunk, amikor 38 fok feletti hőmérsékletet mértünk. A csapadékhiány miatt kezdetben katasztrófát, azután terméskiesést jósoltak, aztán az esők nyomán mindig változott a kép. Mint tudjuk, ugye az őszivetésűek most már lassan ugye betakarításra kerültek, a csapadék itt már nem játszott különösebb szerepet, legfeljebb az ilyen helyi esők befolyásolhatták az aratást, olyatén módon nyilván késleltethették, a nedvességtartalom, ugye a szemnedvességtartalom bizonyos százalék alá kell, hogy süllyedjen ahhoz, hogy be lehessen takarítani őszi búzát, őszi árpát. A tavaszi vetésű növények esetében ugye volt egy nagyon-nagyon száraz tavaszunk. Megjegyzem, hogy most is még az éves csapadék mennyiség ugye nálunk 500-550 mm, most olyan 170 mm környékén járunk, ami azért az átlag alatt marad, de hát már legalább olyan 250 mm a csapadéknak le kellett volna hullni az idén, ha nem többnek. Valóban volt egy csapadékosabb időszak, ami a megfelelő időben, elsősorban korán elvetett tavaszi vetésű növények számára, naparforgónak, kukoricának nagyon jól jött, tényleg hihetetlen intenzív növekedést mutatott. Viszont a szélsőségek abban is megnyilvánulnak, hogy nem egyenletes a csapadék ellátottságunk. Nyilván a növény azt szeretné, neki az lenne a megfelelő, kedvező állapot, hogyha egyenletesen kapná a csapadék mennyiségét. Ez abból az egyszerű tényből adódik, amit ugye sokan elfelejtenek, hogy azt mondjuk, hogy a növényeket öntözzük, holott a növény ugye a saját levél felületén keresztül nem képes a vizet fölvenni, csak a talajba hatolt, bejutott vizet, a talaj nedvesség készletével tud gazdálkodni. Nyilván a talajok vízbefogadó képessége az korlátozott, az igen heves esők ugye nem képes a talaj befogadni, esetleg a talaj felszínén pangóvizek alakulnak ki, a későbbi hőség, hogyha jön, akkor azonnal elpárolog, ezt hívjuk ugye párolgási veszteségnek, hiszen a növény szempontjából ez abszolút veszteség, nem jut be a gyökérzónába ez a nedvesség. Nem volt egyenletes, tehát a talaj nedvesség állapota, a nem megfelelő eloszlású csapadéknak köszönhetően, úgy itt tehát, amikor egy mélyebb rétegig ugye beázott a talaj, annak a nedvességkészlete elfogyott. Ma már ezek a kisebb helyi, tényleg a lokális esőknek, viharoknak, vagy záporoknak nevezzük ezeket az időjárási eseményeket, nem jutnak már el igazándiból a gyökérzónáig, úgyhogy ezek az aszályos napok visszavetik a növények fejlődését. Hát a kukorica, ami ugye elég nagy területen került vetésre itt a környéken is, nem egy könnyen regenerálódó növény, tehát ahogy mondani szokták, hogy furuljázik most már a kukorica, a levele ugye össze, furulya alakot vesz föl, ugye erre mondják, összehajlik.
Sajnos, hogyha elkezd száradni, akkor utána már nem képes regenerálódni, ellentétben mondjuk a cirofélékkel, amik jobban tolerálják az ilyen száraz körülményeket. Tegnap is jártam a határban, egyébként láttunk nagyon szép kukoricákat, ez attól is függ, hogy mikor lettek ezek a növények elvetve, illetve milyen talajba kerültek bele, milyen fajták, illetve hibridek kerültek elvetésre. Nagyon sok gyenge állományt is láttam, amelyik már erősebb volt, azok jobban tolerálják ezeket a szályos napokat is. Megjegyzem, hogy valóban emelkedett a hőmérsékletünk, voltak a szályos napok, de ez még nem egy olyan tartós hőhullám, amit esetlegesen egy kukorica ne tudna túlélni. Azt is meg kell jegyeznem, hogy a legszebb táblák természetesen az öntözött táblák voltak. Az aratás már a véget ért, a kenyérgabona már a magtárakban van. A tavaszi vetésűek nagy része kínlódik a szárazságtól, bár számos gazda már csak ezekben bízik.